A Magyar Falu Program Heves megyei településeket is érintő támogatási döntéséről Juhász Attila Simon, a megyei közgyűlés tagja tájékoztatta a sajtó képviselőit. 24 önkormányzat nyújtott be nyertes pályázatot, és összesen 342 millió forint értékben nyertek el forrásokat az önkormányzatok, míg azok az egyházközségek, amelyek a településeken működnek, itt ugye a református és a római katolikus egyházközségről, tehát a hagyományos bevett egyházakról beszélünk, azokról az egyházakról, akik történelmi egyházak Magyarországon, számukra volt nyitott ez a lehetőség. 18 nyertes pályázat érkezett Heves megyéből, 240 millió forint értékben nyertek támogatást. A programban megvalósuló fejlesztéseket a hazai költségvetésből finanszírozza a kormány. Egy nagyon gyors lefolyású és gyors elbírálású rendszer, hiszen a pályázat benyújtásától számított 60 napon belül már meg is vannak a nyertes pályázatok. Gyakorlatilag itt már csak egy támogatási szerződés megkötésére és utána azonnal egy folyósításra van szükség a települések, illetve a nyertes egyházi pályázók bankszámláin, ott is lesznek a támogatási összegek. Tehát ebben is különbözik, hogy nem kell megelőlegezni a pályázati összegeket, nincs hozzá szükség önerő teljesítésére, hanem 100%-os támogatási intenzitású és teljes egészében előfinanszírozott a pályázat. A Magyar Államkincstár kezeli a pályázatokat, és a miniszterelnökség az irányító hatóság ennek a pályázati konstrukciónak. Amikor meghirdett a központi kormányzat ezt az új rendszert, akkor 18 prioritást jelölt meg, ahová fejlesztéseket, illetve fejlesztési összegeket kíván elkülöníteni. Erről szól a 150 milliárd forintos ez évi 2019-es keretösszeg. Folyamatosan jönnek ki a pályázatok, hiszen most már a harmadik kör jelent meg. Ugye először volt a ma ismertetett és már pályázati döntéssel bíró önkormányzat, illetve egyházi ingatlanok vonatkozásában, tehát a közösségi tereknek a fejlesztése. Szintén kint van az orvosi eszközök, orvosi szolgálati lakások, illetve orvosi rendelők építésére vonatkozó pályázati kiírás, valamint megjelent az óvodai, bölcsődei pályázatokhoz kapcsolódó kiírás. Ott talán augusztus 15-e a beadási határidő, tehát ez is egy eléggé intenzív munkát feltételez az önkormányzatok részéről, és hát egy igen intenzív pályázati munkát feltételez a kormányzat, illetve a Magyar Államkincstár részéről is, hiszen ebben az évben még további 12 konstrukció lesz az, amelyik ki fog jönni, és erre az önkormányzatoknak gyakorlatilag napi szinten figyelniük kell, hogy éppen melyik az a mozgó cél, amire lőni kell. Juhász Attila Simon elmondta, 2020-ban az 5000 fő feletti kisvárosok számára indít hasonló programot a kormányzat. Erről a programról egyelőre annyit lehet tudni, hogy itt ugye az 5000 fő alatti kisvárosok a Modern Falu programban pályázhattak, míg az 5000 fő fölötti települések számára nem nyitott ez a pályázati rendszer. Ugye a kisvárosi fejlesztési program 2020-as indítását tervezi a kormányzat. Nyilván erre már a szükséges pályázati források, illetve hát a 2020-as költségvetési források rendelkezésre állnak. Épp ma délután lesz az árószavazása a 2020-as költségvetésnek, akkor már konkrétan összegszerűen is fogjuk tudni, illetve fogjuk látni azt, hogy melyek azok a fejlesztési források, amelyek a 5000 fő fölötti városok részére is nyitva állnak. Így a Modern Városok program keretében ugye a megyei jogú városok, a kisvárosi fejlesztési program keretében az 5000 fő fölötti lakosság számmal bíró városok, a Modern Falu program keretében pedig az 5000 fő alatti települések most már kormányzati forráshoz juthatnak, minden adott ahhoz, hogy egy szép épülő és fejlődő Magyarországon élhessünk.